Köszöntöm a kedves nézőket, ez már itt a Weekend második része. Vendégeink a Labor Caféból érkeztek, hát nem kifejezetten már most onnan, de ott mindenképpen hamarosan megtalálható lesz. Többek között ugye a Miklós alkotása, grafikusként érkezett, Timi a menedzsere vagy, Éva, te pedig a Labor Café megálmodója. Nagyon-nagyon sokszor beszélgettünk már itt a stúdióban, de te soha nem értél rá, úgyhogy most akkor nagy szeretettel köszöntünk. Nagyon színes mostanában a Labor Café programja. Azt látom, hogy jobbnál jobb dolgokat találtok ki. Ahogy jönnek ezek a hideg novemberi esték, gondolom, hogy a kuckósodás miatt is van. Igen. Most kezdünk már bevonulni mi is a nyári üzemmódból a télibe. És nagyon széles a spektrum is, hiszen a zenétől, az irodalmon át egészen a képzőművészetekig, vagy csak egy jófajta dumálásig, minden ott van terítéken. Mennyi időre előre vannak meg a programjaitok egyébként? Hát sajnos mindig deficitben vagyunk, én úgy érzem, de mindig van egy ütemtermünk egy hónapra előre körülbelül, de minimum 2 hétre előre. De mivel ez egy nagyon organikusan szerveződő dolog, ez a közösségi tér, és nagyon nagy szerepe van ebben a szervezésben a magának a közösségnek is, így nagyon sok esetben előfordul, hogy spontán alakulnak rendezvények, illetve van olyan is, amit még megálmodunk, és nem azt az eredményt hozza, ami a közösség, tehát nem reagálnak rá a közösség tagjai, úgyhogy az érdektelenségbe fullad, úgyhogy nekünk mindig fejlődnünk kell, és mindig mérnünk kell a közösségi igényeket is itt a laborházatáján. Úgyhogy, de ilyenkor az év vége felé már nagyon nagy hangsúlyt kapnak a jótékonysági programok, amik túlmutatnak a laborházatáján, és igyekszünk hátrányos helyzetben lévő és rászoruló embereknek segíteni a programjainkkal is. Ami egy nagyon szép dolog, hiszen ugye a saját létetekért is kell küzdeni folyamatosan, és valamelyest azt gondolom, hogy talán az az ember tud adni, aki tudja, hogy ez milyen nagyszerű érzés, amikor ő maga is kap. Kövesdi Levente, aki a Labor Cafének egyik önkéntese, néhány hónappal ezelőtt elmondta, hogy Kapolcson ugye milyen különleges élményeik voltak. Gyakorlatilag ti ott találkoztatok, ugye, a művészetek völgyében. Meséljetek erről egy picit, hogyan fogadtátok ezt a nyíregyházi csapatot? Idén nyáron volt a Kapolcson a Művészetek Földje, és ott találkoztunk a Labor Cafének a dolgozóival, akik egy triciklivel érkeztek oda. És történetesen úgy alakult, hogy nekem a tűzoltó szertárban volt a kiállításom, és előtte találkoztunk velük, akik megkérdezték, hogy esetleg éjszakára eltehetik-e a triciklit nálunk, mert hogy hely van, és éjszaka ugye nincs nyitva a kiállítás, és így jött az, hogy minden este nálunk tárolták a triciklit. Aztán egyik nap beszélgettem a Leventével, és őt megkérdeztem, hogy a Labor Café most ez hogyan működik, mi a célja, stb. És nekem ez megtetszett, és tudtam vele azonosulni, és így jött az ötlet, hogy egyik rajzomat felajánlom aukcióra, aminek a teljes összegével a Labor Cafét fogom támogatni. Az aukció most jelenleg fut, és a végén a teljes bevételt a Labor Café megkapja. Hát ugye nincsenek véletlenek, ez teljesen természetes, és egy olyan helyen, mint Kapolcs, azt gondolom, hogy nincs olyan elszállt ötlet, ami egy művésznek a személyiségében ne gyökerezhetne, vagy ne verhetne tulajdonképpen igazándiból gyökeret, úgyhogy jó talajba hullott ez az elképzelés. Úgy látom, akár a Labor Caféra, akár a te dolgaidra gondolok. Timi, te pedig ugye menedzserként is segíted a karriert. Kell egy művésznek ma menedzser? Hogy érted? De én azt gondolom, mindig is kellett, nem azt a történelemben? Gondolom, nagyon kell, mert ugye művészvileg egyrészt nagyon zárt, másrészt meg, hogyha alkot, akkor arra nincs igazából ideje, hogy úgy mondjam, a kapcsolatokat úgy építse, hogy megfelelő helyen legyenek bemutatva az alkotásai, a rajzai. Talán egy picit a legtöbb művész egy kicsit szerény is, tehát vagy nem meri elkérni az árát annak, amit valójában ér az alkotása, vagy úgy van vele, hogy ez az egész pénzügyi világ, ez nem az én asztalom, ezt majd, és közben meg sokan már, bocsánat, nem rád gondolok, de ugye az éhenhalással küzdöttek, nem csak ma, hanem több évszázada. Igen, így van ez. Ez Miklósnál nagyon fontos, hogy ő úgy művész, hogy nem művész, tehát hogy nem tanult képzőművész, hanem egy iszonyú tehetséges fiatalember, akinek egyébként privát foglalkozása van, és ő dolgozik is ebben.
Mi megpróbáltuk ezt úgy alakítani, hogy ez a pénzügyi alúröktől, hogy így mondjam, tiszta maradjon, és pont ezért volt kicsit egyszerűbb azonosulni a Laborkaféval, illetve az ő kezdeményezésükkel, hogy megpróbáltak ők is úgy egy közösségi teret kialakítani, hogy tulajdonképpen összefogták a lehetőségeket, és nem készpénzt raktak mögé, hanem a saját elképzeléseikből és ötleteikből haladtak előre. Egyébként mutasd már be, már amennyiben lehet ugye magáról egy képről szóban beszélni, hogy milyen is lesz ez az alkotás, amit ugye... Hát szóban nehéz beszélni róla, mert néha viszonylag absztrakt és néha szürreális gondolatokat elevenítek meg. Viszont amit a Laborkafénak szántam, az egy viszonylag régebbi rajzom, viszont szóval ez a rajz ez régóta kíséri a kiállításaimat, hiszen január óta csinálom, viszont rengeteg kiállításon szerepelt. És úgy éreztem, hogy ez a rajz ez képviselheti a Laborkafét, és hogyha lezárult az aukció, akkor ők kapnak egy replikát belőle, tehát a Laborkafénak is lesz egy saját tulajdona. Uh-huh. Egyébként magát ezt a képet most mondjuk a nézők a Facebookon meg tudják nézni, fönn van? Igen, illetve az aukció helyszínén is meg tudják nézni, aminek utána tudnak nézni például a Labornak a közösségi oldalán, hogy hogyan lehet akár még a most zajló licitbe is bekapcsolódni. Uh-huh. Úgyhogy igen, én ajánlom is azoknak a figyelmébe, akik fogékonyak az alkotóművészetre, mert egy nagyon érdekes technikával készült képről van szó, léptékét tekintve nagyon barátságos alkotás, úgyhogy szerintem aki az otthonában nem szeretne elvadult dolgokat nézni, azoknak is tudjuk ajánlani azt, hogy kapcsolódjon be a licitbe, hogyha csak feljebb akarja technikailag srófolni az adomány összegét akkor is, és hogyha egy különleges alkotásra vágyik, akkor is ajánlom figyelmébe. De gondolom, hogy egyébként úgy is tud jótékonykodni bárki, hogy tényleg tevőlegesen átutal egy összeget, vagy akár bemegy a Laborkaféba, mert hogy akkor ezek szerint van egy olyan elkülönült kis kassa, amit ti jótékony célra fogtok fordítani. Miki kiállításával hol találkozhatunk még a közeljövőben? Pillanatnyilag a Corner Webshop honlapján van fönt ez az aukció, és az ő üzletházuknak van egy galériája, ez a Podmanicki utcában van, itt jövő hét elejéig megtekinthető az aktuális kiállítás. Novemberben pedig Nagykátán lesz a Városi Könyvtárban az első vidéki kiállítás, itt nagyon sok érdekes dologgal lehet majd találkozni, decemberben pedig egy nagyon nagy meglepetésre készülünk, ez Budapesten lesz, érdemes követni a honlapot, illetve a Facebook oldalt, ott mindig fönt vannak az aktuális friss hírek. Miklós, te mondjuk ez 5-10 éves sejtetted, hogy 2017 vége felé befutott grafikus leszel? Hát egyáltalán de nem, de még 2 éves sem. Tehát ez annyira friss dolog számomra. Hiszen... És hogy jött ez? Ihlet volt? Vagy hát rajzolást mindig is csináltam, de viszonylag kevés ember tudta, hogy mit csinálok és milyen szinten. Aztán végül is kiderült, hogy amit csinálok, az Magyarországon egyedi, és hogy érdemes lenne vele foglalkozni. És így lett az, hogy végül is az eseményeknek a folyamánya alapján januárban megjelent az első kiállításom, és onnantól kezdve már jött a többi. Egy kicsit olyan vagy, mint Berzsenyi Dániel, aki megírta a verseket, berakta a fiókba, aztán ugye csak neked nem kellett azért, hál' Istennek, olyan sokat várni arra, hogy valaki felfedezze. Mit szólt hozzá a szűk környezetet, hogy hirtelen ismert lettél, és keresik az alkotásaidat? Tetszett mindenkinek egyébként, meg volt, aki meglepődött, aki nem tudta, hogy ilyen mélységben rajzolok, illetve hogy ilyen komolysággal foglalkozok ezzel, azok nyilván meglepődtek. És újszerű volt nekik, de mindenki pozitívan fogadta. Na hát bízunk benne, hogy tényleg egy olyan ember otthonába kerül majd a munkád, aki egyrészt segíteni szeretne, másrészt értékeli is, és lehet, hogy 10 év múlva aztán tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon jó befektetésnek is bizonyul, mert akkor már sokkal-sokkal többet kellene fizetni egy ilyen képért. Mikor és hol tervezitek majd az összegyűlt adományoknak, vagy akár a képből befolyt összegnek az átadását? Van erre már valamiféle koncepciótok? Még ezt konkrétan nem beszéltük meg, de van ide kötődése Mikinek, úgyhogy szerintem rittyentünk köré valami ünnepélyes átadást, amiről majd szívesen beszámolunk, az időpontjáról is, illetve hát szerintem biztosan olyan alkalom lesz, ami a közönség számára is érdekes lehet.
Nos, hát ez ugye november, vagy inkább már decemberben lesz átadva? Novemberben. 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 Akkor azt gondolom, hogy érzelmekben mindenképpen gazdag lesz ez a november, akár könnyeket is tudtok majd csalni azoknak a szemébe, akik vagy kapnak valamit, vagy megnyerik tulajdonképpen ezt a licitet, úgyhogy kívánok hozzá nektek nagyon sok kitartást, jó munkát, és köszönjük szépen, köszönjük. Hogy köszönjük. Felajánlottátok ezt az alkotást. Azért kérdeztem csak a novembert, mert a következő vendégeinkkel a száraz novemberről fogunk beszélgetni. Ez ugye megható könnyekkel teli novemberi program, de a következő vendégeink majd elmondják, hogy mitől is lesz száraz ez a bizonyos november. Maradjanak velünk! Talentum Alapítványtól érkeztek következő vendégeink, Szabó Kis Tünde szakmai vezető és Kőpályer István koordinátor, és egy nagyon-nagyon különleges programja van az alapítványnak így novemberben. Ugye én a műsor elején azt mondtam, november nagyon sok érdekes, izgalmas programot tartogat. Hát azt gondolom, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, de inkább egy kihívás, ami azoknak az embereknek szól, akik érzik magukban, hogy bizony függenek valamitől. Száraz november a címe ennek a programnak tulajdonképpen, ami ugye egy hónapon át ível lényegében, és a célja az, hogy aki most meg szeretne szabadulni ettől a függéstől, nevezzük nevén a gyereket, az alkoholtól, az tegye le a poharat legalább erre az egy hónapra, vagy akár egy hosszabb időszakra. A program célja nem a leszokás, hanem szembenézni azzal, hogy milyen viszonyunk van magához az alkoholhoz, Igazából azokat az embereket célozzuk meg, akik szociális hívók, akik mondjuk egy meccsnézéshez söröznek, vagy követnek 2-3 sorozatot egy héten, és a chips mellé azért alkoholt fogyasztanak, vagy egy péntek esti buli elképzelhetetlen alkohol nélkül. Gyakorlatilag ugye azt gondolom, hogy szociális ivó rengeteg van. Tehát sokan nem is tudják azt, hogyha ő mondjuk rendszeresen részt vesz hétvégén egy bulin, és ott iszik valamit, akkor már gyakorlatilag benne van ebben a kategóriában. Azt szokták mondani, hogy nagyon sokan alig várják a jutalmat a nap végén, amikor végre hazaesnek, és valamilyen, nyilván nem tetemes mennyiségű, de valamilyen mennyiségű alkoholt elfogyasztanak, azért egy picit így az idegrendszerüket kisimítsák. Van ennek reális veszélye? Könnyen át lehet csúszni ebből a szociális ivászatból, mondjuk a kóros ivászatba, akár az alkoholizmusba? Igen, van veszélye, ugyanis mindenki úgy kezdi, hogy nem, alapvetően nem alkoholbetegként születünk meg, viszont az, hogyha rendszeresen fogyasztunk alkoholt, egy bizonyos mennyiséget, ez férfiak esetében 40 g tiszta alkohol, nők esetében kevesebb, 20 g elegendő ehhez. Rendszeres... Ez mit jelent, fordítsuk le, ez mondjuk mennyi sört jelent, vagy mondjuk mennyi pálinka? Mondjuk egy deci pálinka napi szinten, vagy másfél üveg sör, vagy a negyedik pohár utáni bor. Ezekben az esetekben kialakulhat a szervezetben egy anyagcserezavar, hogyha hosszabb ideig ezt az alkoholmennyiséget bejutatja az illető ember a szervezetébe, és az alkohol függőség pedig már komoly következményekkel, lelki, pszichés, családi kapcsolati problémákat is okozhat. Miért volt az alapítványnak fontos, hogy kitaláljatok egy ilyen programot? Valóban az, hogy egy picit erősítsük magunkban azt a fajta tudatos életet, vagy azt a magát az erőt, ugye, hogy képes vagyok nemet mondani bizonyos dolgoknak. Woody Allen mondta, hogy mindennek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem, és ezzel tényleg nagyon sokan vannak így, vagy pedig egyfajta prevenció a célja, hogy ne legyen annyi alkoholbeteg.
Nagyon fontos kiemelnünk azt, hogy ezt a programot nem mi találtuk ki. Tavaly évben indította a Kékpont Alapítvány, és mi csatlakoztunk ehhez a programhoz itt Nyíregyházán. Ők ugye Budapesten indították ezt el, és nagyon sikeres volt. És arra gondoltunk, hogy miért ne tehetnénk meg tehát mi ezen a környéken, és hívhatnánk fel a figyelmet mi is arra, hogy az alkoholfogyasztásról igen beszélgetni kell, és társadalmi diskurzust kell indítani, mert nagyon sokszor előtérbe kerülnek a különböző, jelenleg nagyon fontos róluk beszélni a designer drogok például, de mindamellett pedig a legális szerhasználat, mint például az alkoholfogyasztás, de beszélhetnénk a dohányzásról is, hogy mennyire fontos, hogy ez a köztudatban ott legyen, hogy természetesen sokszor megengedjük magunknak azt, hogy adott esetben alkoholt fogyasztunk egy társaságban, vagy csak a kikapcsolódás kedvéért este megiszok egy pohár bort, csak akkor, hogyha ezt rendszeresen teszem meg, akkor komoly problémák lehetnek, és nem biztos, hogy az alkoholbeteg, csak az az alkoholbeteg, akinek mondjuk már testi tünetei vannak, például rá meg a keze, hanem egy olyan személy is lehet, aki esetleg magáról még nem gondolja azt, mert az anyagcserezavar kialakult a szervezetében. Az jutott eszembe, hogy végül is ugye most itt szűkítettük a kört az alkoholra, és ugye itt péntekenként várjátok majd azokat, akik szeretnének szembenézni a saját függéseikkel. Lehet, hogy azért érdemes egy picit a határokat feszegetni, mert sok ember úgy van vele, hogy hát én éppen nem iszom, de mondjuk mértéktelenül eszek, vagy néha napján bedobálom az automatába, vagy mit tudom, a játék automatába a pénzem. Tehát ugye nincs bezárva az ajtótok az előtt, aki mondjuk konkrétan nem az alkohol problémájával küzd, hanem valamiféle más függése van. Persze, nyugodtan kereshet minket bárki, aki bármilyen függőséggel él, és ez problémát okoz akár neki, vagy akár egy hozzátartozójának. Egyébként mi a jellemző? A hozzátartozók keresnek inkább segítséget, vagy az, aki benne van nyakig a levesben? Hát általában az a jellemző, gyakrabban nyitnak be hozzánk a hozzátartozók, kétségbe esetten, hogy már nem bírják tovább, de egyébként érdekes téma lehetne egyszer arról beszélgetni, hogy egy hozzátartozó milyen szinten jelenik meg a szenvedélybeteg, akár az alkoholbeteg életében, mert nagyon sokszor a hozzátartozó már társfüggőként jelenik meg, és a társfüggőségről nagyon kevesen tudnak. És sokszor megdöbbennek a hozzátartozók, amikor bejönnek hozzánk, és szembesülnek azzal, hogy alapvetően az ő életükben is kialakult egy társfüggőség, és hogy velük is dolgoznunk kell annak érdekében, hogy eredményeket tudjunk elérni a szenvedélybeteg életében. Igen, nagyon sokszor ugye megfigyelhető, hogy olyan személy választ valamilyen függő társat, akinek egyszerűen szüksége van arra, hogy egyfajta megmentő szerepben éljen, és sokáig hisz is abban, hogy ki tudja akár mondjuk egy alkoholfüggésből rántani a szeretetével a társát, aztán szembesül azzal, hogy ez bizony nem sikerül, és akkor mégis mindketten ugye lelkileg valahol nagyon-nagyon lefelé tartanak. Tehát a segítség valóban, ahogy mondtad, mindenkinek nagyon fontos. Az alapítvány egyébként, a Talentum Alapítvány még mi mindennel foglalkozik, és hol lehet titeket megkeresni, mert ezek szerint ti valóban nyitott szemmel jártok a világban, és tudjátok, hogy nagyon sok embernek van szüksége segítségre. Mi a fő csapás iránya a szenvedélybetegekkel való munka. Hát, hogy hol lehet megtalálni minket? Most vannak, itt a Kölcsei Televízióban? Vannak különböző programok, ahol kint van az alapítvány, például az addiktológiai osztályon hétfőnként, péntekenként szórakozó helyeken, de az iroda vagy a foglalkoztató helyiségünk a Damjanics utcán található, a Nyírségi Civil Ház első emeletén. Oda igazából bármikor bárki bejöhet, rányíthatja az ajtót, és hogyha tudunk, akkor megpróbálunk segíteni. Én azt hiszem, hogy egyébként borzalmasan nagy az a terep, ahol ti tudtok dolgozni, de valahol olvastam, hogy ha az ember egy embert megment, akkor az egész világot is megmenti. Tehát talán nem számokban kell nézni azt, hogy hány ember nyit be, mert ahány kérés, ott nyilván beszorozzuk ugye a családdal, a nagyobb családdal, vagy akár a környezettel, a szomszédokkal. Tehát valahol, hogyha probléma van, nagyon sokan szenvednek tőle.
elmenni egy ilyen rendezvényre azért az sem egyszerű, mert sokan szégyellik ezt a problémát. Mit tudtak mondani annak, aki most néz minket, hallgat, és azt mondja, hogy hát lehet, hogy el kéne mennem meg, ki tudja, talán pont ők fognak nekem segíteni. Le tudják győzni az emberek a szégyenérzetüket, vagy a félelmüket? Mi a tapasztalatotok? Akkor az a tapasztalatunk, hogy ha ismerős elkíséri, akkor talán jobban benyit és bejön hozzánk. Nem, tehát azt kell elmondanunk, hogy gyakran jellemző az, hogy már valakinek például segítettünk az életében, és ő hoz be hozzánk egy másik szemét, akinek ugyanúgy valamilyen szerhasználati problémája van. Egyébként a száraz novemberhez nagyon fontos még hozzátennünk ez a programunkhoz, hogy ez ugye november 1-től 30-áig fog tartani, és nem csak péntekenként kereshetnek meg minket azok, akik csatlakozni szeretnének, és ahogy pont említetted, jellemző az, hogy nem mernek benyitni, azért oda be kell jönni egy csoportba, ahol meg kell nyilvánulni, el kell mondani az érzéseit, vagy beszélgetünk az adott témáról, amivel majd fogunk készülni. Ezért pont készültünk arra is, hogy azok a személyek, akiket ez érdekel, kíváncsiak, és megpróbálnák ezt a száraz novembert, tehát megpróbálnák azt, hogy nem fogyasztanak alkoholt egy hónapon keresztül, mégis meg szeretnék osztani az élményeiket, vagy kérdéseket feltenni, azt megtehetik, létrehoztunk egy Facebook csoportot, száraz november Nyíregyháza csoport néven lehet hozzá szabadon csatlakozni, és bízunk benne, hogyha még személyesen nem is lesz az a tolongás, de Facebook csoporton keresztül talán jobban megmernek nyílni, és mernek minket keresni. Igazából célunk az, hogy picit többet halljon a lakosság arról, hogy civil szervezetekhez is lehet fordulni. És nem csak ez az egy hónap, hanem lehet, hogy ez egy hónap döbbent rá egy-egy embert arra, hogy ő miért nem tudta vajon megállni, elkezdte, és nem tudta megállni azt, hogy ha egy hónapon keresztül például nem fogyaszt alkoholt. Ez azért gondolkodásra serkentheti, és lehet, hogy belegondol abba, hogy talán van valamilyen alapja annak, amit már a környezete visszajelzett számára, hogy alkohol problémái vannak, és ebben az esetben is, sőt, mi ilyen esetekkel foglalkozunk, bátran keressenek minket. Azt gondolom, hogy ha 21 napig van az ember valamit csinál, vagy nem csinál, akkor közel van ahhoz az úthoz, hogy a szokássává váljon, de ha legalább 30 napig nem fogyaszt alkoholt, akkor már beindul a máj regenerálódása, és ha egyfajta őszi tisztító kurának fogják föl az emberek, azok, akik tényleg csak ritkán hisznak alkoholt, de kíváncsiak arra, hogy mennyire erősek, mennyire tudnak a saját démonjaikkal, vagy vágyaikkal esetleg megküzdeni, azoknak is egy remek terepgyakorlat lehet ez. István Tünde, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és segítettetek abban, hogy esetleg valaki közelebb kerüljön a gyógyuláshoz. Mi köszönjük. Ez is egy értékkel folytatjuk mi is, hiszen ismét bővül az értéktár, a részletek a most következő bejátszásból kiderülnek. Mi ezzel búcsúzunk, köszönjük az e-heti figyelmüket, a viszontlátásra! Ismét ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottság, közölte Baracsi Endre alelnök. Legutóbb két új értékkel gazdagodott a lista, amely így már 94-re bővült. Ez a két érték pedig két, nyugodtan mondhatom, hogy különleges érték, hiszen hogyha az értéktárról hallunk, akkor, illetve az értéktári munkáról, akár országszerte, és akkor mindig egy kicsit azt gondoljuk, hogy ezek a hagyományainkra, a múltunkból eredező értékekre vonatkoznak leginkább, de pontosan ezt szerettük volna, és ezért is örültünk ezeknek a javaslatoknak, hogy a jelenhez kapcsolódó értéket is meg tudjuk jeleníteni, és a most felvett két érték egyrészt a For Dance táncegyüttesnek a munkássága, akik már országhatáron túlra is vitték Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hírét, és ezzel nagyon sokat segítettek a közös cél megvalósításában, hogy azért valóban meg tudjuk mutatni azt, hogy miben vagyunk mi nagyon jók, illetve a másik, az pedig a Kedves Ház, illetve a Kedves Házhoz kapcsolódó pedagógiai program, amely nyugodtan mondhatjuk, és ez nem túlzás, az országban egyedülállóként, és valóban egy olyan novumot megjelenítve ad a magyar oktatáspolitikához, amellyel a társadalom politikára is jelentős hatással bír, illetve az esély
egyenlőséget, és nagyon komolyan megtámogatja. Ezért is örültünk annak, hogy ez a javaslat megérkezett hozzánk, és a bizottság egyhangúan támogatta mindkét értékjavaslatot, úgyhogy bízunk benne, hogy ezzel is tudjuk erősíteni az értéktárnak a jelentőségét itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A közel 100 értéket számláló lista 7 csoportban gyűjti a helyi értékeket, országos viszonylatban a megyében jött létre először a bizottság. A most felkerült kedvesház már több mint 20 éve foglalkozik a Nyírtelek és környékén élő hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával. Bentlakásos jelleggel általános iskolaként működik, közölte a kollégiumot fenntartó alapítvány elnöke, jelenleg 23-an tanulnak itt. Kevésbé a tehetséggondozásra, mint inkább az alapoktatási rendszerre való elérés segíti ez a program, hiszen nagyon sok gyermeknek maga az alap ellátása, az alap iskolázottság elérése és a háttérbiztosítása is nagy nehézségekbe ütközik, ezért ezt minden szélesebb körben próbáljuk biztosítani a számukra, mentálhigiénés törődéssel, a kollégiumi ellátás mellett olyan egyéb szolgáltatásokkal, amely az egészségükre, a mentális állapotukra, illetve a további felkészítésükre vonatkozik. A kedvesházba való bekerülés az egy kétirányú folyamat, egyrészt mi is próbáljuk a segítségünket úgymond közzétenni, hogy elérhetőek vagyunk, másrészt pedig mindenképpen alapfeltétel, hogy a szülői ház, a szülői háttérből is legyen egy ilyen indítatás, hogy az általános iskoláskorú gyermekeiket úgymond a kedves házba adják, és itt rábízzák a szakemberekre, pedagógusainkra. Jó helyen vannak a gyermekek, hiszen több év együttműködő csapat segíti a gyermekek beilleszkedését, és itt hittel és nagy szeretettel fogadják a gyermekeket. A kedves ház legnagyobb értéke, hogy akár a reménytelenségből is képes kivezetni a gyermekeket, közölte a térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón. A 20 éves kedves ház pedagógiai program azt mutatja, hogy az oktatás nagyon fontos a gyermekeink életében, a felemelkedéshez, a társadalmi felemelkedéshez fontos, és a társadalom számára is fontos, hiszen hogyha minél szakképzettebb munkaerő jelenik meg, vagy minél több diplomás jelenik meg, minél több hozzáadott értéket tudnak előállítani, az nem csak az egyénnek jó, hogy ő sikeres az életében, hanem jó egy településnek, jó egy megyének, jó egy országnak is, és azt gondolom, hogy a legnagyobb értéke a kedves ház pedagógiának, hogy a reménytelenségből, abból a hátrányos helyzetből, amelyben ezek a gyermekek a családi háttér miatt vannak, azokból ki tudja vezetni őket, és nagyon sok jó példa, nagyon sok jó gyakorlat van, nagyon sok tanárkolléga megismeri ezt a módszert, itt Nyírtelken vagy éppen a megyében, ezért örülünk, hogy a megyei értéktárba bekerült a kedves ház program. A kedves ház egy elismerő levelet is kapott Orbán Viktortól, ebből idézte Vinnai Győző, hogy a kezdeményezés az egész nemzet fejlesztését szolgálja. A képviselő hozzátette, a pedagógiai programot a Hungarikum Bizottságnál is jelzik majd felterjesztésre.